Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Idén is folytatódik a pályázat, közel 4,5 milliárd forint áll a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére. Képzési központ a diákoknak, a régióban elsőként hoztak létre különleges oktatóhelyeket. Pótfelvételi az MCC-ben, középiskolások jelentkezését várják a tehetséggondozó programban. Eperjes Károly a Léleképítőben, a történelmi hitelességre törekedett legutóbbi filmjében. Közel 4,5 milliárd forintra pályázhatnak idén azok a hazai nemzetiségi önkormányzatok, amelyek útmenti kőkereszteket újítanának fel vagy állítatnának. A program 2020-ban indult, és eddig több száz ilyen munka valósult meg. A kezdeményezés sikeres volt, ezért lehet idén is pályázni. Tavaly újították fel Tolnamözsön ezt a több mint 165 éves útmenti kőkeresztet. A beruházáshoz a miniszterelnökség pályázaton nyert forrást a helyi német nemzetiségi klub. Megerősödött bennem az, hogy ezt a keresztet én már évek óta nézegetem, és hát úgy nem találtam meg igazándiból a forrást rá, és itt van a lehetőség, ezt meg kell ragadni. A munkálatokra 180 ezer forintot költhettek a mözsi német közösség tagjai. Ennyi forrás érkezett hozzájuk a központi pályázati rendszernek köszönhetően, amelynek részeként 2020 és 2021-ben több száz hasonló helyreállítási munka valósult meg országszerte. Ezeknek a megmentése szükségessé vált, és ahol nemzetiségi önkormányzatok vannak, ott ők pályázhattak mindezért. Az elmúlt években is több száz kereszt újulhatott meg. A program idén is folytatódik. A kőkeresztek felújítására és állítására közel 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre 2022-ben. 110 keresztet tudunk megújítani, több mint 240 millió forintból. Én hiszem azt, hogy ez is a megmaradást szolgálja, ezt is azt szolgálja, hogy a gyökereink, a múltunk mennyire fontos, és persze ami üzenete a világnak, hogy a kereszténység is, mint hit, mint vallás, mint kultúra teremtő, mennyire fontos abban a tekintetben, hogy megmaradjunk ebben a térségben. A pályázatokat nemzetiségi önkormányzatok nyújthatják be a miniszterelnökség egyházi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárságához. 15.526 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.385.500 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 71, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.757 főre emelkedett. 2673 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 202-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.325.000-en kaptak. Tolna megyében 271 új fertőzöttet igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 28.910-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Hazánkban is uralkodóvá vált az Omikron variáns, jelentette be az országos tisztifőorvos szerdán közzétett videójában. Müller Cecília elmondta, a megbetegedések 87%-át ez a mutáció okozza jelenleg Magyarországon, 13%-át pedig a delta. Az Omikron fertőző képessége jelentős mértékű, gyorsabban terjed, mint a koronavírus eddigi változatai. Az oltás a betegség lefolyásának a súlyosságát jelentősen enyhíti. Müller Cecília hozzátette, azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik még nem kapták meg a védőoltást, hiszen minden koronavírus elleni oltás növeli a szervezet immunválaszát, így a védelmet is. Meg kell erősítenünk azt is, hogy akik átestek a betegségen, nyilvánvalóan egy immunreakció kialakul a szervezetükben, valamilyen fokú védettség, ami jellemzően rövid ideig tart és nem elégséges. Tehát aki oltatlan átesett a betegségen, az ő számukra is a védelmet a védőoltásoknak a felvétele jelenti. Ezért szeretnék mindenkit kérni arra, hogy most a januári oltási akció keretében rendkívül egyszerűen felvehető védőoltásoknak a lehetőségével éljen.
A régió első képzési központját hozta létre a Tolna megyei szakképzési centrum partnereivel közösen. Ez azt jelenti, hogy az ezeken a helyeken tanuló diákok ugyanabban a környezetben, az őket foglalkoztató cégnél sajátítják el a gyakorlati és az elméleti tudást. A cél, hogy minél több hasonló integrált képzőpartnere legyen a Tolna megyei szakképzési centrumnak. Már az új Szekszárdon kialakított képzőközpontban tanulnak ezek a fiatalok. Ők január eleje óta a gyakorlati helyükön napi több órán keresztül elméleti oktatást is kapnak. Ehhez arra volt szükség, hogy a munkát nekik biztosító vállalkozó kialakítson egy online tantermet és a munkához szükséges elektronikus tananyagot. Nem közvetlenül a járművek mellett vannak, abban az 1-2-3 órában be tudnak ülni egy irodába, és akkor a számítógépek segítségével, ugye a számítógépen lefutatott program segítségével ugye a digitális tananyagot ugye át tudják nézni, és minden egyes tananyag után a gép randomszerűen vizsgakérdéseket tesz fel, és hát ennek köszönhetően ugye a tudás szintmérést is önmaguk el tudják végezni. A Tolna megyei szakképzési centrum és partnerei 4 településen alakítottak ki most közösen úgynevezett gépjármű mechatronikai képzőközpontot. Vagyis Szekszárd mellett Pakson, Dunaföldváron és Pécsen is a gyakorlati helyükön tanulhatják az elméletet is a diákok. Dömötör Csaba, a centrum kancellárja azt mondja, ezzel a kezdeményezésük az ország első 3 képzőközpontja között jött létre. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, és eleget tudjon tenni minden fél, aki érintett a képzőközpont működésében, ahhoz az szükséges, hogy innovatív legyen, legyenek olyan tevékenységei, amik túlmutatnak egy napi szintű általános duális képzésen. Értem itt azt, hogy nem véletlenül került kiválasztásra az a két cég, ahol akikkel együtt dolgozunk, és ahol a tanulók dolgoznak, hiszen csúcs technológiával dolgoznak. Tolna megye első képzőközpontjában a tervek szerint februárban már közel 40 diák tanul majd. A Volánbusz jármű fiatalítási programja egyik legnagyobb egyidejű beszerzésének eredményeként több mint 500 új autóbusz áll munkába 2022 első felében, jelentette be az Innovációs és Technológiai Miniszter csütörtökön. Palkovics László a hazai fejlesztésű és gyártású autóbuszok átadásán elmondta, a Volánbusz 2008-ban indította el jármű fiatalítási programját, ennek köszönhetően az elmúlt 4 évben 1700 autóbuszt állítottak forgalomba. Ezzel a flotta 13 évnél magasabb átlag életkora 2021 végére 10,6 évre csökkent. A további fejlesztések eredményeként 2022 végéig a teljes autóbusz állomány 40%-a megújul, az átlag életkor pedig 8 év közelébe csökken. Pótfelvételit hirdet a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi Képzési Központja a középiskolások számára. A tehetséggondozó program már több mint 25 éve működik az országban. Többnyire olyan képzéseket biztosítanak a diákoknak, amit az iskolákban nem kaphatnak meg, illetve azok kiegészítéséül szolgálnak. A Szekszárdon és térségében tanuló középiskolások még január 30-áig jelentkezhetnek a programra. Pótfelvételit hirdet a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium a középiskolások körében. A tehetséggondozó program már több mint negyed évszázada működik Magyarországon, és ingyenes plusz képzési lehetőséget biztosítanak a céltudatos, tehetséges diákoknak elsőskortól egészen az érettségiig. 2021-ben már az ország 14 városában elérhető volt a középiskolás program, többek között Szekszárdon és térségében is. Ez azt jelenti, hogy egy olyan képzési formát kívánunk megvalósítani itt a térségben, amely a hagyományos oktatást kiegészítő, iskolaidőn túli magas színvonalú képzési formát kívánja megvalósítani. Főként olyan diákok számára egyébként, akik már most tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal szeretnének foglalkozni. Ilyen például a jogász, a közgazdász vagy a pszichológia szakmák. Alapvetően olyan diákok jelentkezését várják, akik nyitottak arra, hogy egy kicsit jobban megismerjék a társadalom működését. Jelenleg a mi képzési központunkhoz 30 diák csatlakozott az elmúlt szemeszterben, és most a Matthias Corvinus Kollégium kiemelt felvételi időszakot hirdetett, ami azt jelenti, hogy január 30-áig ismételten lehet a programba csatlakozni hozzánk, és ugye egy építkezési fázisban vagyunk, tehát nagyon bízunk abban, hogy ezt a létszámot valamelyest be tudjuk tornázni. A programra a kp.mcc.hu oldalon lehet jelentkezni egy online adatlap kitöltésével és egy pályamunkacsatolásával.
Összességében kedvező évet zárt tavaly a magyarországi lakáspiac, amely fokozódó keresletet és nagyobb forgalmat hozott, részben az állami támogatásoknak köszönhetően, mint 2020-ban. Tolna megyében összesen több mint 38 ezer érdeklődés volt az eladásra kínált használt lakóingatlanok iránt. Az átlagos négyzetméter ár idén január elején 230 ezer forintot tett ki, ez 14,4%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A megye legnagyobb lakóingatlan kínálattal rendelkező települései közül a megye székhelyen Szekszárdon 11,6%-kal 337 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméter ár. Összességében a használt lakásoknál árnövekedés lesz, de a korábbinál enyhébb ütemben. Várhatóan 5-10%-os drágulásra lehet számítani. A szakértők szerint ennek oka, hogy az elmúlt 7 évben rövidebb megingásoktól eltekintve fokozatosan drágultak a lakások, így az áremelkedés is szükségszerűen egyre lassabb lesz országos szinten. A Léleképítő sorozat legutóbbi vendégeként Eperjes Károly színész rendező beszélt a Magyar Passió című nemrégiben bemutatott filmjéről. Az alkotás az 50-es években játszódik, amikor az AVH letartóztat és kegyetlenül megkínoz 15 ferences rendi szerzetest. A magyar történelem oktatásában az egyház üldöztetéséről azóta sem esik szó. Az érthető, hogy a rendszerváltást megelőzően az egyházak vegzálásának, a papok kínzásának és üldöztetésének történeteiről csak a legszűkebb körökben beszéltek. Ám a magyar történelem tanítása a mai napig nem tesz említést ezekről az eseményekről, mondta Eperjes Károly, akinek családjában többen érintettek voltak a kommunista rezsim általi üldöztetésekben. Ha mi 15 milliónak veszem a magyarságot határon túli, akkor már pedig úgy veszem, akkor abból 12 ezer szerzetes férfit és nőt kivenni, volt, aki belehalt, volt, aki elszökött, volt, aki így lett, volt, aki úgy. Tehát a mai napig ezt érezzük a társadalomban, hogy miért nem lehetett eddig erről beszélni, nem tudom. Mindez, ami történt, egyenértékű hatását tekintve Trianonnal vagy Mohácssal, mondja a rendező. Megítélése szerint 1956 is egészen másképp végződik, ha ezek a szerzetesek, akik akkor éppen börtönben sínylődtek vagy külföldre szöktek, szabadon tehették volna a dolgukat. Bár a film minden nézőben megdöbbenést kelt, a szakmai fogadtatása elmarad attól, amire Eperjes Károly számított. Volt egy pár filmfesztivál, amelyik nem fogadta el ezt a filmet, a nevezését. Még a Vatikáni Filmfesztivál se. Le se vetítették. Nemhogy betették volna a műsorba, és aztán futottak mezőnyében lett volna, le se vetítették. Eperjes Károly számos történelmi témájú filmben vállalt már szerepet. Azt mondja, érzi az elhivatottságot arra, hogy a további, a magyar történelem sorsfordító eseményeit feldolgozó alkotást vigyen vászonra, és ismertesse meg a valóságot így módon a nézőkkel. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Helyi közlekedés, lakáskoncepció. Mi várható a pécsi testületi ülésen? Elítélték a gyilkost, életfogytiglani büntetést kapott a gyújtogató férfi. Plüssöket gyűjtöttek a hálás szülők, 400 játékfigurát kapott a pécsi gyermekklinika. Milyen kérdések, napirendek kerülnek a pécsi képviselők elé január 25-én? Ezt kérdeztük a városi Fidesz frakció vezetőjétől. Csizmadia Péter azt mondta, egyelőre még nem kapták meg a végleges napirendet, de szerinte két téma biztosan szerepelni fog. A nagy vízhangot kiváltó Tükebusz vezérigazgatói nyilatkozat biztos előjön a politikus szerint, illetve tárgysorba veszik a város új lakáskoncepcióját is. Dudálással tiltakoztak a pécsi helyi járatú buszok vezetője a cégük igazgatójának nyilatkozata miatt hétfőn. Bunkóknak és primitíveknek nevezte a munkavállalóit a Tükebusz első embere, miközben megalázóan alacsony fizetéssel kell beérniük a dolgozóknak. Ez az alapprobléma, a minősítő kijelentések pedig megengedhetetlenek, mondja a pécsi Fidesz frakció vezetője. Szerinte ez az ügy biztos előkerül a jövő keddi közgyűlésen. Pénz nincs, viszont egy embertelen és minősítő
teljesíthetetlen bánásmód meg általánossá vált. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nem szerencsés időzítés. Tehát mindenképpen valamiféle következménye kell, hogy legyen ennek az elhangzott nyilatkozatnak. A tükebusznál dolgozó sofőröknek pedig rendezni kell a bérét. A volánnál például januártól 40 000 forinttal emelik a buszvezetők fizetését, mondja a politikus. Csizmadél Péter szerint a városi lakás koncepció is téma lehet a közgyűlésen. A politikus szerint jó, hogy vannak elképzelések, de a megvalósítás módja nem látszik. Gyakorlatilag az aprólékos munkavégzés eredményét azt nem látjuk. Tehát víziók helyett én azt gondolom, hogy több munka, több a napi feladatokra kellene inkább koncentrálni, hogy ne csak az elvek, de a gyakorlat is azt mutassa, hogy történik előrelépés az önkormányzati lakásgazdálkodásban, ami még egyszer mondom, egy nagyon nehéz feladat, hiszen alapvetően egy forráshiányos állapot az, amiben folyamatosan van ez a szektor. Jelenleg 1 milliárd forint lakbérrel tartoznak az önkormányzatnak Pécsen. Ha új bérlakásokat akar építetni az önkormányzat, kérdés miből, mert erre pályázati forrást nem lehet szerezni. Utána pedig a fenntartás további anyagi terheket jelentene, mondja a politikus. Több millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azok a háztartások, amelyek napelemes energiatermelésre állnak át. A pályázatok első köre Somogyban most vasárnap zárul le. A döntéshozókat tervek szerint egy hónapon belül eredményt is hirdetnek. Nagyon nagy az érdeklődés, azonban sokan szkeptikusak voltak, illetve későn kaptak észben ahhoz, hogy az első ütemben tudjanak indulni, így a második ütemre nagyobb számú jelentkezést várunk. Ez Somogy megyében szeptember közepén indul. Mondja az egyik kaposvári villamossági cég munkatársa. A támogatás azért is ilyen népszerű, mert nem kell visszafizetni. Ha valaki napelemekkel váltaná ki villamos energia fogyasztását, 2,9 millió forintot kaphat, míg akik a többi között a fűtésüket is így oldanák meg, és nyilászárókat is cserélnének, bő 11 millió forintra pályázhatnak. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akiknek a 2020-as egész éves jövedelme nem haladta meg a 4,8 millió forintot. Ez a tulajdonosok jövedelmének az átlagát jelenti. Fontos, hogy az ingatlan tulajdonosa nyújtsa be a pályázatot. A legtöbb pályázó a 2,9 millió forintos támogatást venné igénybe. Az egyes csoportba azok a pályázók tartoznak, akik valamilyen oknál fogva csak napelemes rendszerre szeretnének pályázni. Itt az előző évi, illetve a megelőző időszaknak a valós villamos energia fogyasztása mértékében lehet egy napelemes rendszert létrehozni, erre elegendő a keretösszeg. A szakértők szerint ennek a támogatásnak a rezsiköltségek csökkentése mellett más hozadéka is van. Ami még érdekes lehet, például, hogy mennyi káros anyag kibocsátástól szabadítottuk meg már a világot. A pályázatok benyújtásához ügyfélkapura van szükség. A kiíró Innovációs és Technológiai Minisztérium tervei szerint a január 23-án záruló kör támogatói döntéseit február végén hirdetik majd ki. Távollétében ítélte életfogytiglani szabadságvesztésre a kaposvári törvényszék azt az Izraelben élő palesztin férfit, aki 2018. októberében féltékenységből megölte kaposvári barátnőjét és annak édesanyját, majd felgyújtotta a lakást. A bírósága szakértők véleményére és a nagy tapasztalattal rendelkező tűzoltó, illetve mentős tanúk vallomására megalapozva hozta meg döntését. Az ugyanis az eljárás során bizonyossá vált, hogy 3 tűzfészek és 2 egymástól elzárt szobában egymástól függetlenül nem keletkezhetett. Az orvosszakértő szerint az áldozatok halálát az okozta, hogy álmukban megfojtották őket, az egyik áldozat körme alatt a vádlott DNS-ét is kimutatták, ami védekezett. Ráadásul a lakás ajtaja belülről volt kulcsra zárva, azt a tűzoltók törték be. A távol lévő bűnös ember és büntettében az a BTK 160. szakasz első bekezdés, másik bekezdés F pontja szerint minősül. Ezért a bíróság a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéli azzal, hogy legkorábban 40 év után bocsátható feltételre szabadságra. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A vádlottat 10 évre eltiltja a közjeg gyakorlásától. A vádlottat a közveszély okozás büntette miatt emelt vád alól felmenti a bíróság.
Mintegy 400 plüss figurát gyűjtött az a hálás szülő, akinek a kislányát a Pécsi Gyermekklinika traumatológiai részlegén látták el. Az adományozó nem nyilatkozott, de az osztályt vezető orvos elmondta, hogy minden segítség, játék jól jön a kis betegeiknek, akik félnek az ellátástól. Ezt ismerték fel az adományozók is, akik személyes tapasztalatuk alapján gyűjtésbe kezdtek. Plüss játékok a Pécsi Gyermekklinika sebészeti ambulanciáján. Az egyik hálás szülő 400 ilyen figurát gyűjtött és adományozott a gyógyító intézménynek. Ez a 11 éves kisfiú eltörte a karját, elesett az iskolában. Most választhatott a plüss játékok közül. Megkérdeztük, mit fog vele csinálni. Ez volt a válasz. Ilyen sokat jelentenek ezek a játékok még a nagyobb gyerekeknek is, mondja dr. Józsa Gergő. Az adományozó család kislányát látták el a gyermeksebészeten még tavaly decemberben. Kislányt operáltunk egy komplex könyök-alkar probléma miatt, és a szülők rendkívül hálásak voltak az elért eredmény miatt, és úgy gondolták, hogy így hálálják meg, hogy plüssmackókat hoznak a klinikára. Először az ünnepek előtti időszakban gondolták, hogy megajándékozzák a baleseti sérű gyermekeket, illetve a sebészeti ambulanciára érkező gyerkőcöket. Tehát az első adományozás így az ünnepek előtt történt. De itt nem állt meg az akció, kontrollra jött vissza a család éppen, amikor szemtanúi voltak egy esetnek. Látták, hogy egy síró, félő, 3-4 éves gyerkőc érkezik az ambulanciára, aki nagyon meg van ijedve. Majd amikor már távozott az ambulanciáról, akkor büszkén nagy vigyorral mondta, hogy a doktor bácsitól kapta ezt a mackót, és hogy milyen nagy változás volt a ki és a bejövetel között. És ez indította el a szülőkben tulajdonképpen, hogy még gyűjtenek. Így a lakóhelyükre visszatérve barátokat, ismerősöket biztattak arra, hogy adományozzanak plüssmackókat, állatfigurákat a gyermekklinikának. Végül 400 darabot hozott ezekből a család. A részleg vezető orvos azt mondja, szívesen fogadnak minden olyan adományt, ami segíti a kis betegeiket, hogy könnyebben átviseljék a kezeléssel járó félelmet, nehézségeket. Naponta egyébként 60-100 gyereket hoznak ellátásra a szülők az ambulanciára. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Idén is folytatódik a pályázat, közel 4,5 milliárd forint áll a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére. Képzési központ a diákoknak, a régióban elsőként hoztak létre különleges oktatóhelyeket. Pótfelvételi az MCC-ben, középiskolások jelentkezését várják a tehetséggondozó programban. Eperjes Károly a léleképítőben, a történelmi hitelességre törekedett legutóbbi filmjében. Pénteken is erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. Reggel és délelőtt alapvetően derült ég volt, szikrázó napsütés várható, délután megnövekedhet a felhőzet. Éjszaka fátyol felhős, szeles idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!